Péntek délelőtt is nagy üzem volt az EYOF úszó csarnokában, egymás után bonyolították le az előfutamokat. A 200 méteres mellúszásban Vécsei Réka, aki tavasszal az országos döntőben a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinkát is legyőzte, itt is megnyerte futamát, és ígéretes idővel jutott tovább. A dzsúdósoknál sem volt megállás, Farogó Petra kemény ellenfelet kapott plusz 70 kg-ban. A kellemetlen stílusú oroszt végül három intés miatt leléptették, így Petra szerezte meg a győzelmet. Gyönyörű környezetben a 200 méteres előfutamokkal folytatódott a kajakkenusok küzdelme, hihetetlenül izgalmasan alakult Molnár Csenge befutója. De még egyszer mondom, hogy az első két helyezett jut tovább. Néhány centivel még előrébb van a francia hajó. De talán Csengének jobban sikerült. És Csengének valóban jobban sikerült a hajrá, és legyőzte a francia riválisát. A magyarok eddig kajakkenuban is remekeltek. Óriási küzdelem volt, azt meg kell mondani, és nagyon nagy presztízse volt ennek a versenysorozatnak, ami alapján ide lehetett jutni. Az eddig lefutott 8 döntő közül mind a 8-ban a legjobb 4 között voltak a magyar versenyzők. 6 érmet szereztünk, abból 2 aranyérmet. Én azt hiszem, hogy maximálisan elégedettek lehetünk a versenyzőinkkel, és nem csak az eredményeikkel, hanem azzal az alázattal és azzal a küzdelni tudással, amit ők itt bemutattak, akár második, vagy harmadik, vagy a negyedik helyen végeztek, akkor is mindent megtettek, hogy kiszolgálják az ide látogató közönséget is, és hát élményt okozzanak nekünk is, mint vezetőknek, mert azért nagyon örülünk az olimpiai bajnokoknak, a nagy olimpiai bajnokoknak, de ezekből a gyerekekből bízunk benne, hogy előbb-utóbb ugyanolyan nagy klasszisok lehetnek, mint amilyenek a mostani nagyok, Kamerer Zoltán vagy Kozák Danuta. Az Aranypart 2-n a pályák és a nézőtér kialakítása a lehető legjobban sikerült, emelte ki az alelnök. Ez egy kényszer szülte pálya, azt azért tudni kell, de én úgy gondolom, hogy ez a kényszer, ez egy gyönyörű szép ékszerdoboz szült. 4 pálya van a világversenyeken, általában azért 9 pályán rendezzük a világbajnokságokat és Európa bajnokságokat, de pontosan ez a szépsége ennek, a versenyzők több futamon vehetnek részt, közel vannak a nézők, jó a hangulata, gyönyörű a környezet, mindenki felsőfokon beszél magáról az itt kialakított létesítményekről, ugye minden mobil, a környezetet egyáltalán nem terheli ez a verseny, tehát mindenki meg van elégedve, és én azt hiszem, hogy ez egy ékszerdoboz lett a végére, úgyhogy büszkék vagyunk arra, hogy itt lehetünk mi is ezen az EYOF-on, mint a kajakkenu sport, és hát én azt hiszem, hogy be is bizonyítják a kajakosok és kenusok, hogy helyük is van ezek között, a sportágak között. Minden helyszínt végigjárt és szurkolt a magyaroknak Ivanics Ferenc, a megyei közgyűlés alelnöke. Fantasztikus ez a rendezvény, az emberek hihetetlen sokfélék, nagyon jó találkozni jókedélyű, kisportolt emberekkel, akiken látszik, hogy el akarnak érni valamit. Tehát az egésznek van egy ilyen hihetetlen pozitív hangulata, ehhez járul hozzá az a profi szervezés, amit itt megtapasztaltunk. Én azt hiszem, hogy Győrnek a hírnevét öregvíti minden, ami itt történik. Az emberek vendégszeretőek, mindenhol jó a hangulat, kedvesek. Szombatra is maradnak izgalmak, hiszen többek között a csapatversenyek és a kajakkenusok 200-as döntőit rendezik meg.